Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Hősnézőnk 2016. december 9-én alakult meg Székesfehérváron a Szent István mézlovagrend. Erről fogunk beszélgetni, hogy mi történt az elmúlt időszakban, milyen programok várnak bennünket, nagyszerű programok, már a jövő héten. Vendégeim pedig Reichardt Zoltán, a lovagrend nagymester, illetve Kis Norbert főpohárnok. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Uraim! Nos, hát a mézlovagrend mottoja, okos legyél, gyógyszer helyett mézet egyél, ez nagyszerű motto. Amikor decemberben, 2016-ban létrehozták ezt a mézlovagrendet, újdonság erejével hatott. Mi is kíváncsian vártuk, hogy sikerül elérniük a céljaikat, hiszen a célok és a feladatok között kitűzték, hogy a kiváló minőségű magyar méz hírnevének öregbítése, reklámozása, illetve a Fejér megyei mézek megismertetése a hazai és külföldi fogyasztókkal. Kezdjük talán azzal, hogy mi mindent kellett tenniük ezért, hogy ezek a célok valóban teljesüljenek. Ugye az első lovagrend 2003-ban alakult meg Szent Ambrus néven, a baljaiak hozták létre ezt a lovagrendet, és azóta szinte minden évben alakult egy lovagrend, és úgy gondoltunk mi is, hogy egy ilyen régmúltra visszatekintő egyesület, mint a Fejér megyei Mész Egyesület, csatlakozni fog a lovagrendek munkájához, és úgy gondoltuk, hogy ez egy kiváló lehetőség lesz arra, hogy a nagy közönség felé is nyissunk, és meg tudjuk nekik mutatni a magyar, kiváló minőségű magyar termelői mézet. Rendkívül fontos, hogy a turisztikai lehetőségek népszerűsítése és a programpontok között szerepelt. Mire gondoltak akkor, hiszen a mézészet, illetve a méz önmagában nem látványosság, azt tudjuk, viszont nagyon fontos a gasztronómiában. Hogy teremtették meg annak a lehetőséget, hogy ez valóban megvalósulhasson? Hát ugye az egyesületen belül nagy szerencsénk van, hogy egy kiváló vezetőnk van, a Nagy Gyula személyében, és minden egyes olyan kezdeményezést támogatott, amit mi a lovagrenden belül úgy gondoltuk, hogy megfelelő arra, hogy itt a városban felhívjuk az egészséges életmódra való figyelmet, és megpróbáltuk az embereket arra ösztönözni a tavalyi mézfesztivállal is, és az idejével is arra szeretnénk, hogy próbáljanak meg egy kicsit egészségesebben élni, egy kicsi kevesebb cukrot enni, több mézet. Mert ha jól tudom, a statisztikát azt mutatják, hogy jelen pillanatban az éves cukorfogyasztás 24 kg, a mézfogyasztás pedig, hát most már ott járunk, hogy körülbelül 1 kg-ot eléri, de ez még mindig óriási különbség a kettő között. Ez édes kevés, mondom játékosan. Mondhatjuk így is, így van. Így van. No, a lovagrendekkel való kapcsolatról kérdezném Önt. Egyáltalán mi a főpohárnak feladata, ezt tisztázzuk? Konkrét feladatom nincsen, igyekszem segíteni a Zolinak a munkáját, hogyha esetleg ő nem tudja vinni arra a rendezvényre a lovagrendünket, akkor igyekszek helyettesíteni, valamint mindenben igyekszek a segítségére lenni, adminisztratív téren is, vagy kapcsolattartás téren is. Például a lovagrendeknek is a kapcsolattartása ugye nagy távolságok miatt, van 3-4 országon kívüli lovagrend is, így akkor elektronikus formában zajlik leginkább, illetve évente egyszer szokott lenni egy lovagrendek találkozója, és akkor azon szoktunk részt venni. Egyáltalán apropó, hány lovagrend van, mézlovagrend Magyarországon? Jelen pillanatban Magyarországon 18 mézlovagrend működik, határon túl pedig Erdélyben tartjuk 4 lovagrenddel a kapcsolatot, és a Vajdaságban pedig egyel. Egyébként, amikor arról beszélünk, hogy Erdély és Magyarország, nyilvánvaló, hogy fontos, hiszen mi személyesen is tapasztaljuk, amikor arra járunk, hogy nagyon-nagyon sok méhészet van, és nagyon sok mézet árulnak, és egészen kiváló minőség, ez a saját tapasztalatom is. Hogyan lehet kialakítani a kapcsolatot, és hogyan lehet továbbfejleszteni a mézlovagrendekkel ezt? Ugye, ahogy megalakultunk 16-ban, decemberében, már ott ugye hivatalosak voltak a külhoni, a vajdaság és az erdélyi lovagrendek is, és ott velük meg tudtunk ismerkedni, és olyan szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy egy nagyon jó kapcsolatba, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és amikor ők tartják a mézfesztiváljukat, akkor minket is meghívnak oda, és természetesen részt veszünk rajta, és ugye természetesen, ahogy mi tartunk, tavaly is, és idén is, mi is meghívjuk őket sok szeretettel,
és nagy megtiszteltetés, hogy ők el tudnak jönni Erdélyből. Kicsit talán ők nincsenek olyan anyagi helyzetben, mint mi, a lovagrendük, meg az egyesületük nem olyan nagy, mint a Fejér megyei Mész Egyesület, de minden tisztelet az övéké, hogy el tudnak jönni a meghívásunkra, és részt vesznek rajta. A Fejér megyei Méhészek Egyesületével azt nem mondom, hogy napi, de szoros kapcsolatban állunk, és nem csak az ünnepeken, hanem egyébként is, hiszen az elmúlt időszakban Európában, és ugye a mézbotrányok kapcsán ugye Kína is szóba került, hogy gyakorta beszélgettünk erről Nyerges Józseffel, a megyei méhészeti szaktanácsadóval, hogy az Egyesület és a Mézlovagrend tulajdonképpen ugyanazt szeretné. Most ennek tükrében miként tudnak együtt dolgozni? Sikerül-e egy közös álláspontokat kialakítani, hiszen ez alapvetés, én azt mondom. Igen, ugye azt tudni kell, hogy mi nem egy külön működő egyesület vagyunk, hanem az egyesületen belül működő szervezeti egység, és mindenben az anya egyesületnek az engedélye kell, tehát mind anyagi, mind pedig bármilyen más témával kapcsolatos. És én személy szerint nagyon jó kapcsolatot ápolok az elnök úrral, és bármilyen ötletünk van, vagy bárhol szeretnénk menni, akkor mindig szabad utat kapunk, mindig zöld utat kapunk az egyesülettől, és támogatja mind anyagilag, mind erkölcsileg a lovagrend munkáját. Úgy mondja a szólás, hogy méh plusz ész, egyelő méhész, ezzel én abszolút egyetértek, ez tökéletesen így van, viszont hogyan lehet ösztönözni a tagokat, hogy aktívan vegyenek részt ebben a munkában? Nyilvánvaló, hogy amikor vállalták és esküdtettek a lovagrend alapszabályára, akkor ez megtörtént. Viszont nagyon sok, én úgy gondolom, hogy meglehetősen sok az olyan nap, amikor igazából keresni kell a feladatot. Tehát hogy találják meg azt az ideális arányt? Az ünnepek, a munka, illetve a figyelemfelhívás és az összes többi, amit, hogy hírnév öregbítés között? Igaziból rendkívül nehéz ez a lovagrend munkája, tehát nem csak szórakozás, inkább 30% szórakozás és 70% munka, és úgy gondolom, hogy a tagjaink nagyon aktívan részt vesznek a lovagrend munkájába, hiszen az ő érdekük is az, hogy megnöveljük a mézfogyasztást. Tehát ők a saját kis városukba, vagy kis falujukba, vagy éppen megyeikbe ugyanúgy muszáj nekik terjeszteni a magyar méznek a hírnevét, tehát hogy öregbítsék, hogy minél több vásárlót, minél több mézfogyasztót tudjunk ösztönözni. Ugye a mézlovagrend méze napraforgó méz, viszont nagyon is jól tudjuk, hogy rengeteg különböző fajta mézzel büszkélkedhet. Fejér megye az ország nem különben. Mit lehet azért tenni, hogy ez terjedjen? Hiszen azért láttam önöket, találkoztunk jó néhány olyan helyen, ahova adományként vittek mézet, és figyelemfelhívásként. Tehát ez egy fantasztikus jó eszköz. De mit kell csinálni a hétköznapokon? Kérdezem még egyszer, mert hogy nyilván az a fontos, hogy egyre több helyre jussanak el. Tehát itt az iskolákat kijelölték, iskolákban figyelemfelhívó előadások, ez lenne a módszer? Így van, ugye tavaly és idén is az idei alkalommal legyen minden nap mézes nap nevezetű kampány indult el, amit az Agrármarketing Centrum, a Mezőgazdasági Minisztérium és az Országos Magyar Mészeti Egyesület közösen indított el. Ennek az volt a célja, hogy ösztönözzük az embereket a mézfogyasztásra, és az volt a lényege az egésznek, hogy az Országos Magyar Mészeti Egyesületnek az elnöke, Bros Péter felkereste a lovagrendeket, és felkérte arra őket, hogy a megyékben vagy a városukban közelebb található iskolákat, vagy gyermekvédelmi központokat keressünk meg, és próbáljunk meg egy adománnyal kedveskedni az ott lévő gyerekeknek, hátrányos helyzetben lévő kis gyerekeknek. És ez meg is történt. December 7-én a gyermekvédelmi központban kaptunk egy lehetőséget, és körülbelül 40 kiló mézzel tudtunk kedveskedni a hátrányos helyzetű gyermekek javára. Igen, egyik alkalommal ott voltunk, és én azt hiszem, hogy a gyermekek ezt nagy örömmel fogadták.
Nos, az elmúlt esztendőben, ugye Bros Pétert említette már, ő állandó vendég a Székesfehérvári Nemzetközi Méhész Találkozón és Vásárnak, és természetesen ott vannak önök is. Ez rendkívül fontos. Azt hiszem az év legnagyobb rendezvénye, aki járt már a VOG-ban, és megteszi ezt nyilván az idén is, azt tudja, hogy 4-5 ezer ember, sőt 10 ezer ember sem ritka, mert aztán minden, ami gyönyörűség és szépség. Ez egy csoda rendezvény, ugye? Igen, igen. Sajnos már évek óta kinőttük a helyet. Hát olyan 5-6 ezer ember meg szokott fordulni ott egy ilyen szombati napon. Az elnökünk, Bros Péter, vele nagyon jó kapcsolatot ápolok én is, jó barátságban vagyunk a Péterrel. Minden évben megtisztel minket azzal, hogy ő nyitja meg a rendezvényt, jelen van, mondja az aktuális dolgokat. Ő lesz idén is az első előadónk. Igen, ez egy remek dolog, tehát mondom, magam is tapasztalom, és akkor most már mondjuk el, hogy ez a jövő héten lesz, de előtte, pénteken, ugye az első Mészfesztivál tavaly volt a belvárosban. Én azt mondom, hogy sikert hozott. Az időjárás nem volt kegyes, ennek ellenére nagyon-nagyon sokan jártak, és az idén is lesz Mészfesztivál. Milyen programokkal várják pénteken ugye az Egyesület és a Mézlovagrend a székesfehérváriakat, illetve az ide látogatókat? Hasonló tematikával indultunk neki, mint a tavainak. Tehát ahogy mondta, remekül sikerült. A rossz idő ellenőre is szerintem sokan kilátogattak. Az idei esztendőben is 23 kézműves termék, tehát nem csak mézeti termékek, hanem beszélhetünk itt kézműves csokoládékról, sajtokról. Ugye lesz kint apiterápiás ház, ugyanúgy, mint a tavalyi évben. Ezt 10 órától várjuk sok szeretettel a mészfogyasztókat, a leendő mészfogyasztókat, vagy csak pusztán a kíváncsiskodó embereket. És a program viszont 16 óra 45-kor gyülekezünk a Hotel Magyar Király szálló előtt, oda várjuk nagy szeretettel a lovagtársainkat, a lovagrendeket. 17 órakor indul a lovagi felvonulás a Mész királynő vezetésével, akit Jászberénybe választottak meg a 18-as, 19-es évre. Ő Lesti Kitti, Tápió Szecsőről érkezett. Huszárok lesznek, Mész királynő lesz, és akkor felvonulás lesz a polgármesteri hivatal elé. Ott a polgármesteri hivatal előtt köszöntjük a lovagrendeket. Nagy öröm nekünk, az Egyesületünknek és a lovagrendnek is, hogy ismételten elvállalta dr. Cserpalkovics András polgármester úr a felkérésünket, és ő lesz a fővédnöke ismét a Mészfesztiválunknak. Köszöntő beszédet mond, felkértük rá, utána pedig Bros Péter, az OMME elnöke fog köszöntő beszédet mondani, majd legvégül Lesti Kitti, a Mész királynő fogja köszönteni a vendégeket. Igen, és egy szent mise, de ami igazán fontos nekem, hogy tavaly láttam, hogy a töpörtjüket megkínálták, tehát jöttek az avisok, megkínálták, és ők nagyon örültek, még szép, és biztos vagyok benne, hogy ez az idén is így lesz. Szombaton pedig folytatódik egyértelmű, hiszen a szombaton van a VOG-ban az a vásár, amit már mi is nagyon várunk. Én azt gondolom, hogy ez egy remek gondolat és nagyszerű ötlet, és azt ígérem, kedves nézőink, önöknek is, és egyértelmű, hogy mi itt most ebben pillanatban megegyezhetünk arról, hogy ott leszünk időben, és végigkövetjük az eseményeket, mert hogy nagyon-nagyon fontos ez számunkra. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, hogy itt voltak velünk, és hát találkozunk a jövő héten pénteken. Köszönjük szépen, köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk műsorunkat, mégpedig a vincellérek védőszentjét köszöntötték a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend tagjai az Öreghegyi Közösségi Házban, és a borrend a találkozón megválasztotta a város idei zászlósborát, ami reprezentálja a következő időszakban Székesfehérvárt. Erről szól a beszámolónk, egyébként azért mutatjuk meg ismét, mert az ünnepélyes bejelentésre szombaton kerül sor, amelyről természetesen beszámolunk majd is. Az Öreghegyi Közösségi Házban tartotta az év első találkozóját a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend. A borlovagok, a vincellérek védőszentje, a hagyományos Szent Vince napi rendezvényen elvégezték a vincevesszővágást, és a kapcsolódó bormustrán eldőlt az is, hogy melyik 2018-as nedű lesz a zászlósbor és kísérőborai, amelyek idén reprezentálják Székesfehérvárt. Fontos és érdekes, hisz egy népi hagyományról fogunk itt ma megemlékezni, ez a vincevesszővágás, amit
meg kell mondjam, hogy én magam részéről gyerekkorom óta követem, mert valamikor a gazdák bizony ezt a kérdést komolyan vették, és próbálkoztak ilyen termésbecsléssel foglalkozni. Hát ennek az emlékére mi is megtesszük ezt. Abban a reményben tesszük meg, hogy remélhetőleg egy hasonló évet fogunk majd zárni, de hát a kíváncsiság az nagy úr. De úgy gondolom, hogy majd erről későbbiekben egy kicsit talán szakmailag több el fog hangzani. A másik pedig, ami nagyon fontos nekünk, hogy az ászas borunkat minden évben kiválasztjuk, ez az engő, de el kell döntenünk, hogy kinek az engője lesz majd a 18 évi zásztosbor, ami egyben a városbora. Ez egy nagy megtiszteltetés annak a borásznak, bortermelőnek, aki ezt a kiemelkedő címet elnyeri, és ezt a zásztos bort nem csak, hogy a városbora lesz, hanem ennek van azért egy hírértéke vagy hírneve is, hisz az összes rendezvényünkre, amire megyünk az országba, társborrendekhez, ezt a zásztos bort visszük. Ennek van egy etikája, felénk is ugyanígy történnek ezek a dolgok, tehát egymásnak a zásztos borait megmutatjuk, és ezzel visszük egy kis a városunk hírnevét is. Ami még ebben izgalmas, hogy ma csak kiválasztjuk, és majd február 16-án fogjuk bejelenteni a 17. nagyszabású rendezvényünkön, a úgynevezett borbálon, borászbálon, amire természetesen nagy izgalommal, szeretettel készülünk most is, és annak egy kiemelkedő eseménye lesz ez, hogy bemutatjuk, hogy ki is a zászlós bor, ami egy igen komoly megtiszteltetés. A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása. Ilyen tudás kötődik a Vincenaphoz is, amely ma újra élő hagyomány nem csak a borászok, hanem a borkedvelők számára is. Nagy ünnep ez a borrendi tagoknak, meg minden borszerető gazdának ez a Szent Vince ünnepe, mi tulajdonképpen január 22-én ünnepeljük, és hát nagy népi hagyományok vannak, amit sokan betartanak. Kisebb helyeken ezt nem tudják betartani, de például Siklós vidékén, Villány környékén, azon kívül sok Villien borházba, sokfelé meg is tartják ezeket a dolgokat, és igazán hagyományt teremtenek. És ugye különböző szokások vannak, a legfontosabb dolog, ami ezzel kapcsolatban ilyen népi mondás, hogy ha házik vince, tele van a pince. És ez így is van. Január 22-én figyeltem az időjárást, és hát remélhetőleg, hogy tele lesz a pince ebbe az évbe is. Hál' Istennek a szőlő az egy nagyon hálás növény, azért, mert ugye mélyek a gyökerei, mindig megkeresi a vizet és a tápanyagot, tehát tulajdonképpen, hogyha nem jön nagyobb fagy, akkor még lehet arra számítani, hogy normális termés lesz 2019-ben is, mint eddig is nagyon szerencséink voltak, még az kell, hogy ne legyenek februári-márciusi fagyok, és akkor nyugodtan számíthatunk arra, hogy jó borral fog minket megörvendeztetni a természet. Csóbor Balázs főborász megerősítette, a nadapi zengő, mint zászlós bor kivételes lehetőség a borrend tagjainak, hogy egy esztendőn keresztül az ő nemes nedűjével fogadják a város vendégeit. Ez egy hatalmas elismerés, hogy a városbora valakinek a pincéjéből kikerüljön. Hát a feltételei borlovag, saját készítésű zengőjével, mert zengő egy magyar fajta, Király Ferenc nemesítette. Borászként mi a tapasztalatod, az engő mennyire tradicionális ebben a környékben? Hát nem széles körben ismert fajta. El nem tudom mondani, 50 hektár körül lehet az egész országban a termőfelület. Hát nálunk is egyetlen egy helyen terem, Nadapon, itt a közelben. És milyen különleges eljárást igényel? Van-e olyan fifikás történet, megoldás, szőlészeti megoldás, ami az engőt kiváló borrá teszi? Ezer arcú, mint a móriak ezer jója. Lehet készíteni fahordóban, reduktívan, kései szürettel, korábbi szürettel, hiszen magas savai vannak, jól cukrosodik. Egy kiváló fajta. A mustra eredményeit február 16-án a Szent István Művelődési Házban a hagyományos borbál keretében ismerheti meg a közvélemény. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!